A Volán buszi már 5 éve tartó jármű fiatalítási programja keretében összesen 60 új autóbusz érkezett Jász-Nagykun-Szolnok vármegyébe. A mostani 40 darabos flotta korszerűsítés tekinthető azonban az eddigi legnagyobb és legjelentősebb mérföldkőnek 2018 óta. Ráadásul az MAN Lion City 12 típusú sűrített földgázzal üzemelő modern autóbuszok károsanyag kibocsátása rendkívül alacsony, így nagy mértékben hozzájárulnak a szolgáltatási színvonal emeléséhez, valamint a közlekedési társaság környezetvédelmi céljainak eléréséhez. A gázüzemű járművek nettó beszerzési értéke megközelíti a 3,8 milliárd forintot. A jelentős járműállomány fejlesztésnek köszönhetően a 235 darabból álló megyei autóbuszpark több mint 17%-a megújul, átlag életkora 12 évről 9,3 évre csökken. A járművek, az utastájékoztatási eszközök beszerelése és a töltőállomások üzembe helyezése után március végétől fokozatosan kapcsolódnak be a vármegye helyi köziközlekedésébe, elsősorban Szolnok vonzás körzetében. A 100 új járműhöz képest ez az egy legnagyobb darabszámot tartalmazó ütem, 3,75 milliárd forint értékben érkeztek meg ezek az autóbuszok, amely, amint említettem, a legnagyobb volumenű buszbeszerzés, amely a vármegyét érinti. Képviselőasszony elmondta, hogy 9 évre csökkent a vármegyei autóbuszok átlag életkora, és a mostani 40 új busszal 17%-a újul meg a járműállománynak. A Volán busz, és ez egy nagyon fontos szám, 6,3 millió utazást bonyolít le egy évben, 116 viszonylaton, 390 autóbuszvezető kolléga segítségével. Mindezt azért, hogy minél több utazó válassza a környezetbarát közösségi közlekedést. És milyen buszok is érkeztek most? MAN CNG buszok. És mi van-e mögött, a rövidítés mögött? Ezek az autóbuszok sűrített földgázzal közlekednek, tehát nem hagyományos dízelüzemanyaggal, sűrített földgázzal. Ennek érdekében, hogy ilyen sűrített földgázzal tudjuk tankolni a járműveket, továbbfejlesztettük a Szolnokon található megyei Volán telephelyet. Az MVM ZRT-vel közös Volán busz céggel, a Mobility Volán busz Kft. Segítségével. Tehát a mai napon nem csak 40 új busz, hanem egy új sűrített földgáz töltési infrastruktúra is átadásra kerül itt Szolnokon. Ahogyan hallottuk, ezek a buszok jelentősen halkabbak, mint a korábbi hagyományos üzemű buszok, nem bocsátanak ki, illetve jelentősen kevesebb, 90%-kal kevesebb kormot és egyéb szennyező részecskét bocsátanak ki, tehát önmagában a közösségi közlekedés környezetbarát mi voltán túl is segítik a fenntartható mobilitást és a fenntartható közlekedést. Ünnepélyes keretek között adták át a 40 új busz első példányait Szolnokon. A rendezvényen dr. Kállai Mária, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye egyes számú választókerületi országgyűlési képviselője, F. Kovács Sándor, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 3. számú választókerületi országgyűlési képviselője. Abban a helyzetben vagyok, hogy nekem az is megadatott fiatalabb koromban, hogy én autóbuszt szerelhettem is. És ahogy nézegetem ezeket az új autóbuszokat, úgyhogy ma már talán az is feladja a leckét, hogy az elejét meg a hátulját meg tudja az ember különböztetni. Már nem azok az autóbuszok vannak, mint az én fiatal koromban, 30-35 évvel ezelőtt, vagy akár még régebben, amikor a farmotoros Ikaruszon élmény volt és álom volt utazni. Aki akár vonattal, akár autóbusszal utazott, annak már kalandba volt része, hiszen az egy csodálatos dolognak számít. És telik az idő, és az autóbuszos utazás mindennapunk része. Beszélgettük itt, hogy igazából mi számított régen egy jó autóbusznak. Legyen megbízható, talán nagyon régen az se számított, hogy keveset fogyasszon. Talán az is számított, hogy szép legyen. Mert hát minden új autó
szép. Amikor Fordnak a lányától megkérdezték a nagy autógyárosan, hogy melyik a legjobb autó a világon, ő röviden azt válaszolta, hogy az új autó. És ez vonatkozik a buszokra is, hogy a fenntartókat és az üzemeltetőket és a gépkocsi vezetőket, buszsofőröket megkérdezik, hogy melyik busz a legjobb, általában mindig az új busz. És öröm számunkra, hogy megint új buszt adhatunk át. Lehetett volna azt mondani, hogy ez egy különleges alkalom, de szerencsére az elmúlt 10 évben ezek nem különleges alkalmok. Ezek megszokott alkalmak, amikor a Volán Plus autóbusz flottája megújul, nem csak szép, nem csak új, hanem a kor kihívásainak megfelelő gépjárművekkel. Hiszen számít az, hogy milyen a károsanyag kibocsátása, milyen a fogyasztása, hiszen olyan követelmények vannak, amik talán 20-30 évvel ezelőtt nem is voltak. És a Volán busz a 21. század követelményeinek és kihívásainak megfelel. És még volt egy dolog, ami a Volánnál mindig fontos volt. A pontosság, a megbízhatóság. És ha egy gépjármű, egy autóbusz műszakilag jó, akkor pontos is tud lenni. Akkor mindig odaér akár 15 óra 5 perc, az nem 6 perc, nem 4 perc, hanem 5 perc, és egyre jobban látszik az, hogy a pontosság már a Volán társaság mindennapjaihoz hozzátartozik. Fejér Andor, Szolnok alpolgármestere, és dr. Pafféri Zoltán, a MÁV Volán csoport elnök vezérigazgatója is részt vettek.